Kovács Sarolta történelmet írt a székesfehérvári 5-tusa junior EB-n. Az Alba Volán SC utolsó éves junior versenyzője a sportágban egyedüliként begyűjtötte negyedik aranyérmét a korosztályban. Saci egész nap kiválóan teljesített, nagyon fontos volt a jó kezdés, és a vívásban ezt meg is tette. Negyedik helyen zárta a számot, ami önbizalmat adott neki a folytatáshoz. Az úszás után pedig már át is vette a vezetést, 2 perc 8,97 század másodperces új egyéni csúcsot repesztett a csitári úszoda medencéjében. A lovaglást pedig élmény volt nézni, hibátlanul 1200 ponttal az élen végzett itt is. A kombinációhoz pedig úgy állhatott oda, hogy tudta, ha nem hibázik óriásit, övé az aranyérem. Végül a több mint 30 másodperces előny elegendő volt, magabiztosan nyerte meg negyedik, egyben utolsó junior EB aranyát. Egy nagyon-nagyon jó nap volt, mindegyik számban tényleg nagyon jó eredményt hoztam. Kellett a vívás azért az elején, hogy beinduljak. Én reméltem is, hogy tényleg, hogy a vívásról sikerül utána azért már mindegyik számban tudom hozni a jó eredményt. Az úszodában a legjobbat úsztam az 50-esből, úgyhogy ez nagyon bizakodó így az olimpiá előtt nézve. Tényleg, hogy 50, hát ott is 50-es medence lesz, és a legjobbat tudtam megúszni ilyen versenyen. A lovaglás nagyon élveztem, ha már tényleg nagyon izgultam az egész versenyen, mert azért úgy volt rajtam, hát az elvárás azért volt velem szemben. De próbáltam a saját magammal törődni és a feladataimmal, és hát sikerült, nagyon örülök neki. Kovács Sarolta mögött a brit Kate French végzett a második helyen, megelőzve az orosz Svetlana Lebedjevát. Hada Noémi a 23., Szabó Noémi a 33., Réti Anna pedig a 34. helyen zárt. De azt fontos megjegyezni, hogy ők még mind nagyon fiatalok, kevés nemzetközi rutinnal. A Kovács, Hada, Szabó összetételű magyar csapat pedig az 5. helyen zárt.